A Bátrak Ligája általános iskolai sportversenysorozat a jelenlegi 7. osztályos diákoknak biztosít közösségépítő sportolási lehetőséget. A területi fordulókat az ország 5 nagyvárosában rendezi meg a Honvédelmi Sportszövetség. Az első 2 helyezett csapat, valamint a 2 legjobb harmadik bejut az őszi országos döntőbe, melyet Budapesten rendeznek meg, de minden résztvevő iskola kap 500 000 forintos sportszercsomagot is. Az első pécsi megmérettetést megnézte Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke is. A sportokon keresztül nagyon fontos, hogy megszólítsuk a fiatalokat, és bekapcsoljuk őket abba a társadalmi a legfontosabb ügybe, hogy a hazavédelme az valóban nemzeti ügy. A sport az egy nagy lehetőség erre, és ezzel szeretnénk élni a jövőben is. Én azt látom, hogy örömmel jöttek a gyerekek, minden ilyen vetélkedő, ami egyben szellemi felfrissülés is, meg fizikai állóképességben növekedés is jelent, értékesebbé teszi a gyermekeinket, és ez a legfontosabb, hogy legyen tartásuk, értékek mentén gondolkozjanak, és becsüljék meg a hazájukat. A PSN ZRT számára óriási megtiszteltetés, hogy Pécsről rajtolt a vetélkedő sorozat, hiszen egyrészt a szervezet Baranya megye sportjáért felel, azaz 12 000 diákkal van kapcsolatban, másrészt a Honvédelmi Sportközpont megépülésével a vívók, a dzsúdósok és a sportlövők is 21. századi körülmények között készülhetnek majd. Ez egy közösségi tér lesz, és ilyen képzések fognak ott lenni. Egy régi MHS-es példát tudnám fölhozni, de azért ez nagyon komplex lesz, és a szövetségekkel és a szövetségi programokkal együtt közösen lett kialakítva ez a irányvonal. Nagyon örülök neki, mert azokat az egyesületeket és azokat a szövetségeket helyi szinten is tudjuk erősíteni. A honvédelmi sportközpontok felépülésével lehetőség nyílik arra, hogy bárki önkéntes alapon a lakóhelyéhez közel megismerkedjen a honvédelemhez köthető sportágakkal, mint a sportlövészet, a vívás és a dzsúdó, de emellett elméleti tudását is bővítheti az elsősegélynyújtás vagy a térképészeti és tájékozódási ismeretek terén. Ezek a létesítmények az első ütemben az ország 40 településén épülnek meg. A sportközpontok előkészítése és tervezése jelenleg zajlik.